Zsigmond Barna Pál képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr! A határon túli magyar közösségek közül alig, hanem a kárpátaljai magyarság helyzete a legnehezebb. Szerzett jogaikat az ukrán kormány sorozatosan csorbítja és csorbítani kívánja, jövőjüket kockáztatva ezáltal. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget egy hónapon belül két támadás is érte, mindeközben az Európai Unió és a NATO tagállamai látványosan kitérnek az állásfoglalás elől. Örömmel láthatjuk, hogy a magyar kormány, így a Külgazdasági és Külügyminisztérium már eddig is határozottan és keményen kiállt a kárpátaljai magyarság jogainak csorbítása ellen. A minisztériumnak a nyelvtörvény, az oktatási törvény, valamint az állampolgársági törvény negatív rendelkezései elleni kemény fellépése, a magyar közösség jogait védő határozott álláspontja komoly fegyvertény a magyar-ukrán bilaterális kapcsolatok jövője terén is. Bizton állíthatjuk, hogy az ukrajna elnöke által sürgősségi eljárással beterjesztett állampolgársági törvénytervezet visszavonása nagy mértékben köszönhető a miniszter úr, a minisztérium, de a teljes magyar politika és közélet erőfeszítéseinek, és bízunk abban, hogy az ellentmondást nem tűrő hozzáállás a többi törvénytervezetet is hasonlóan a kárpátaljai magyarság számára pozitív irányba fogja elmozdítani. Tisztelt államtitkár úr! Kérdezem tehát államtitkár urat, a magyar-ukrán kapcsolatok alakulása fényében hol tartunk most a kárpátaljai magyarság jogainak megvédése terén? Várhatjuk a közeljövőben a kialakult konfliktus feloldását, az ukrán kormány belátását, mely szerint a nemzeti közösségek szerzett jogai elidegeníthetetlenek. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm a szót. Köszönöm, képviselő úr. Széjártó miniszter úr válaszadásra Menczer Tamás államtitkár urat kérte föl. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja a válaszadó személyét. Jelző, hogy igen, Menczer Tamás államtitkár urat illeti a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Köszönöm a téma felvetését, már többször volt módunk Ukrajnáról, illetve a kárpátaljai helyzetről beszélni itt ebben a házban, de nem lehet elégszer, különös tekintettel arra, hogy a helyzet további párbeszédért és további gondolatcseréért kiállt. Ha megengedi, egy kis kronológiai áttekintés, mi is történt az elmúlt időszakban. Magyarország és a magyar kormány hangosan támogatta Ukrajna vízumliberalizációs tevékenységét, törekvéseit, illetve az Európai Unió és Ukrajna között megkötött társulási megállapodást. Támogattuk ebben Ukrajnát, ezért is éltük meg hátbaszúrásként, amikor ezen egyezmények megkötése után sorozatosan olyan lépések, olyan magyar ellenes lépések következtek, amelyek közül néhányat ön is említett. Az oktatási törvény volt talán az első lépés, amelyel elvették a nemzetiségi diákok anyanyelven tanulási lehetőséget. Korábban 3 és 23 éves kor között, tehát a teljes oktatás spektrumában lehetett anyanyelven tanulni. Az új rendelkezés szerint ez az alsó tagozat végéig adott, utána pedig nem. A nyelvtörvénnyel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy minden olyan nyelvtörvénytervezet, amely az asztalon van Ukrajnában, súlyosan rontja a helyzetet a korábbi nyelvtörvényhez képest, amelyet az Alkotmánybíróság eltörölt. Korábban egy 10%-os küszöböt állapítottak meg régión belül, és hogyha megvolt ez a 10%-os részarány, akkor lehetett a nemzetiségi nyelvet a közigazgatásban, a médiában, a kultúrában, ezen területek egyes részeiben használni. Most ezt szeretnék 30%-ra vagy a fölé emelni. Említeni kell azt az úgynevezett halállistát, ahol kárpátaljai magyarokat listáznak és Ukrajna ellenségének nevezik meg. Említeni kell azt a titkosszolgálati akciót, amit a Beregszászi főkonzulátusunkon hajtottak végre. Említeni kell valóban, ahogyan ön is megtette azt, hogy a KMK Szungvár irodáját rövid időn belül kétszer támadták, meg kétszer próbálták felrobbantani, és másodszor sikerrel is jártak. Történik mindez úgy, hogy a jelen körülmények között is Magyarország és a magyar kormány, azt gondolom, lehet úgy fogalmazni, hogy korrekt partnere Ukrajnának. Most is segítünk, amikor segítséget kérnek, mert például Kárpátalján nem biztosított az ivóvízellátás, és nyilvánvalóan a tiszta vizet utána nem csak a magyar nemzetiségűek kihatják, hanem az ukrán nemzetiségűek ugyanúgy. Most is üdültetünk itt ukrán gyerekeket, akiknek a szülei érintettek voltak a kelet-ukrajnai harcokban, és lehetne sorolni.
Tisztelt képviselő úr, tisztelt ház, e tekintetben tehát a magyar álláspont egyértelmű, Szijjártó miniszter úr is többször beszélt erről, a párbeszédet fenn kívánjuk tartani, egyébként ma is találkozik külügyminiszter úr ukrán partnerével Brüsszelben, de nem tudjuk támogatni Ukrajna euróatlanti integrációját addig, ameddig a jogfosztás nem fejeződik be, és az elvett jogokat nem adják vissza. Természetesen szólni kell arról is, hogy nagy aggodalommal figyeltük a közelmúltban azt a tengeri incidenst, ami megtörtént. Nagy aggodalommal figyeltük, hogy Ukrajnában hadiállapotot vezettek be, természetesen soha nem jó hely egy szomszédos országban hadiállapotot vezetnek be, különösen nem akkor, ha 150 ezer magyar él. Annak örülünk, hogy ez a hadiállapot idézőjelben csak 10 megyét érint, és Kárpátalja megyét nem. Tehát a kárpátaljai magyarokat ilyen értelemben az, ami történt, illetve a hadiállapot bevezetése nem érinti. Ezzel együtt természetesen nagy aggodalommal figyeljük azt, ami történt. Bízunk abban, hogy minden érintett fél a minszki megállapodásokat be fogja tartani, mert csak ezt és csak a tárgyalásos utat látjuk arra alkalmasnak, ami a probléma rendezése felé hathat. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a kárpátaljai magyarok vezetőivel, mióta a hadiállapotot bevezették, még ha az Kárpátalját nem is érinti, napi kapcsolatban vagyunk. Köszönöm a témafelvetését még egyszer. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Viszont válasz illeti meg. Képviselő urat. Köszönöm a szót, elnök úr, elfogadom államtitkár úr válaszát. Köszönöm a választ, és megnyugtató azt látni, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, amelyik törődik a határon túli magyarokkal, kiáll a kárpátaljai magyarság érdekében. Talán még emlékszünk Orosz Ildikónak a könnyek között elmondott köszönetére október 23-án a terrorház előtt, amikor azt mondta, hogy mellettünk csak a magyar kormány áll ki, és milyen jó azt tudni és érezni, hogy a magyar kormány viszont ott van mögöttünk. Úgyhogy köszönöm még egyszer a választ, és fontosnak tartom azt, hogy tegyük egyértelművé ukrán barátaink számára is, hogy csak akkor támogatja Magyarország Ukrajna euróatlanti integrációját, hogyha az ottani magyarságot nem érik támadások, visszáll az élet a mondjuk így a régi kerékvágásba. Elfogadom a választ, köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, az azonnali kérdések előtt két bejelentést hallgassanak meg.